Hármas feladat. A2 F517 tartomány celláiban a sorok a leadás sorrendjében szerepelnek. Igen, ezt már tudjuk. A másolható képlet segítségével, másolható képlet naponként újra kezdődő, egytől induló sorszámmal határozza meg az aznap leadott tételeket a B oszlopban, a B3-as cellától kezdődően. No, azt mondja, hogy, tehát itt vannak a tétel, ez egy egyes. És ide egyen nagyobbat kell írni, tehát kettő. Bú. Nem, ez mind egy-egy lett, akkor jobb egérgomb. Idáig. Kitöltés adatsorral. És itt viszont újra kell kezdődnie. Aha. Tehát az a nagy helyzet, hogy ha az előtte lévő cellával azonos, melyik cellától kell kezdeni? Az elsőbe is kell írnunk. Azt mondja, hogy nem véletlenül a B oszlopban B3-as cellától kezdődően. Tehát itt kell kezdenünk, ha az egyest meg kell hagyni. Jó, tehát akkor az azt jelenti, hogy jó az, hogy meg kell vizsgálnunk először, hogy ez a két dátum ugyaneze, hogyha ugyanaz, akkor egyen nagyobb számot kell ideírni, mint ami itt van, különben pedig egyest kell odaírni. És gyakorlatilag egy másolható képletet kapunk. Mivel benne volt a mondatomban a ha, és a legutóbb használtak között is ott van, ezért azt mondhatnám, hogy tehát meg kell vizsgálnom, hogy vajon ez a cella egyenlő-e ezzel a cellával. Voilà, ez igaz. Mindig ezt a kettőt kell, tehát szépen a fölötte lévővel kell vizsgálnom. Ha ez igaz, akkor nincs más dolgom, mint a fölötte lévőhöz hozzá kell adnom egyet. Különben pedig, ha ide a határhoz érek, akkor a kettő nem egyenlő, tehát hamis lesz, és akkor viszont egyet kell a cellába írni, hiszen újra kell kezdeni az adott cellát. Na nézzük meg, hogyha ezt azt mondjuk, hogy kész, és ezt végigmásoljuk, akkor jól dolgozik-e. Így van, harmadikánál itt van az egyes, és mindig a két szomszédos cellát vizsgálja, és a fölötte lévőhöz adja hozzá, vagy pedig egyessel újra kezdi. Voilà, készen vagyunk a hármas feladattal. Menj, Ctrl-S, és meg vagyunk.